Ciki a cigi. Hazánkban mintegy 35 ezer ember hal meg évente a dohányzás következtében. Tűzgyújtási tilalom. Csak ebben az évben már 439 szabadtéri tűzesethez vonultak ki a tűzoltók megyeszerte. Második szabolcsi cukrászkupa. Lengyelországból is érkezett csapat a cukrász szakmát népszerűsítő megmérettetésre. Hazánkban 35 ezer ember hal meg évente a dohányzás következtében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ezért a kormányhivatal új eszközök használatával erősíti a népegészségügyi főosztály prevenciós tevékenységét. Ezeket már óvodáskorban megmutatják a gyerekeknek, hogy minél kevesebben szokjanak rá a dohányzásra. A statisztikák szerint sikeresek a megelőzést célzó programok. A megyei kormányhivatal is részt vesz a Nemzeti Népegészségügyi Stratégia keretében különböző felvilágosító kampányokban. Ezek főleg az ifjúságot célozzák meg preventív jelleggel. A legújabb kampánya Ciki a cigi nevet kapta. Ez arról szól, hogy a fiataloknak felhívjuk a figyelmét arra, hogy bizony milyen veszélyei vannak arra, hogyha rászoknak a dohányzásra. Itt a megye középiskoláival, iskoláival együttműködve szeretnénk azt, hogyha az ezzel kapcsolatos eszközök, amelyeket a népegészségügyi főosztályunk használ, minél több intézményben, minél több településsel jutnának a megyébe, és felvilágosító órák keretében bemutatná a fiataloknak azt, hogy milyen élettani és egyéb káros hatásai vannak a dohányzásnak. A demonstrációs bábú szemlélteti például a tüdőelváltozásokat és az érszűkületet, de azt is, hogy a dohányosok körében gyakrabban kerül sor alsó végtag amputációra, és magas a zöld hályog, illetve a gyomorfekék kialakulásának esélye is. A bábú mellett a mai kor igényeinek eleget téve egy informatikai fejlesztésnek köszönhetően egy különleges monitor is segíti a fiatalokat az információszerzésben. 1,3 milliárd ember dohányzik a Földön, és ebből 400 millió évente meghal. Hazánkban 35 ezer ember hal meg a dohányzás következtében. Na most azt nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok dohányzás leszoktató program van, de természetesen felnőtteknél, mivel ez szenvedélybetegség, ez elég nehéz téma és kérdés, úgyhogy mindenféleképpen az ifjúságot kell megcélozni. Már az óvodások körében fontos az egészségtudatosságra való nevelés. Így tovább javítható az a tendencia, amelyet a 13-15 éves korosztály körében megfigyeltek. A vizsgálatból kiderül, hogy pár éve még csak 62%-uk nem dohányzott, a legutóbbi felmérés során azonban a gyerekek 75%-a tartozott a nem dohányzók táborába. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben a megyében, ilyenkor tavasszal egyébként is megszaporodnak a szabadtéri tüzek, de a mögöttünk álló száraz időszak tovább növelte a számukat. Sokan nem tudják, de a tilalom idején saját kertünkben sem gyújthatunk tüzet. Nem unatkoztak a tűzoltók eddig idén, rengetegszer vonultak szabadtéri tüzekhez. Csak ebben az évben már 439 ilyen eset történt a megyében, szerencsére többségében kár és személyi sérülés nélkül. Ez azért is ijesztő adat, mivel 2017-ben egész évben nem értük el a 300-as számot. Ez a mostani esőmentes időszak különösen segít a lángok terjedésének. A száraz alnövényzet rendkívül gyorsan meggyulladhat. Annak ellenére, hogy jelentős erőfeszítéseket tettünk a megelőzés vonatkozásában, tehát kockázati helyszíneket beazonosítottunk, fölhívtuk az emberek figyelmét különböző csatornákon és felületeken, hogy milyen veszélye, ódiuma van annak, hogyha szabadtéren tüzet gyújtanak. Annak ellenére következett be ez a jelentős szám, illetve hozzá kell tenni, hogy mindig a tavaszi időszak, amely igazán dominál szabadtéri tüzek vonatkozásában. Megyénkben jelenleg is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ilyenkor a saját kertünkben sem égethetünk. Az erre vonatkozó önkormányzati rendeletek ugyanakkor a saját zárt égésterű, például szalonna sütőhelyen történő tűzgyújtást vagy épp a grillezés megengedik, de ezeket is körültekintően a tűzvédelmi szabályok betartása mellett. Ha eltérünk ezektől az érintett terület nagyságától függően, 20 és 60 ezer forint közötti helyszíni bírságot kaphatunk, de a tilosban égetésnek ennél súlyosabb következményei is lehetnek. Tűzvédelmi hatósági bírságolási eljárás is indulhat.
itt már komolyabbak a szankciók. Attól függően, amit ön is említett, hogy mekkora kiterjedésű, milyen kárt okozott ez a tűz. Itt már 100.000 forinttól 1 millió forintig is terjedhet, sőt abban az esetben, hogyha a tűzoltóság beavatkozására volt szükség, már pedig az esetek többségében ez megvalósul, akkor ez 200.000 forinttól 2 millió forintig is terjedhet. Mint a szakember elmondta, a megye területén még mindig vannak olyan helyek, például a Bereg északi részén Mátyus Lónya térségében, ahol 40-50 perc is lehet a vonulási idő, ez alatt akár egész otthonok válhatnak a lángok martalékává. Egyre több felé ugyanakkor önkéntesek segítik a hivatásos tűzoltók dolgát. 12 csapat részvételével rendezték meg a második Szabolcsi Cukrász Kupát a Vescsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában. A két fős csapatok között volt olyan is, aki Lengyelországból érkezett a megmérettetésre. A verseny célja, hogy népszerűsítsék a cukrász szakmát, és a végzős tanulók megmutassák tudásukat. A vállalkozásoknak folyamatosan szükségük van jó szakemberekre, például cukrászokra. Többek között ezért rendezték meg a második Szabolcsi Cukrászkupát. Itt nem csak a versenyzőknek mutatják be a szakma adta lehetőségeket, hanem a pályaorientáció keretében általános iskolás gyerekeknek is. A fiatalok szakmaválasztását nagyban befolyásolja a munkaidő rugalmassága és a kreatív alkotás lehetősége. Én úgy gondolom, hogy az elhelyezkedés az mindenki maga dönti el, hogy hol szeretne magának munkahelyet találni. Mindenképpen keresik a fiatalok a lehetőséget, itt a megyében is nagyon sok lehetőség van, de van, aki úgy gondolja, hogy Budapesten szeretne, vagy a Balaton mellett, vagy szeretne külföldre kimenni. Mi mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a fiatalok itt találnák meg a számításukat, és minél többen itt maradnának a megyében. Erre pedig minden lehetőségük megvan, hiszen a turisztikai egységek fejlődésének köszönhetően egyre több cukrászra van szükség a térségben is. A jó cukrászra mindig szükség van, és nagyon fontosak az ilyen típusú megmérettetések, az ilyen típusú versenyek. Fontos a felkészítő pedagógusoknak, akik megfelelő irányban tudják a fiatalokat irányítani és felkészíteni, és mindenféleképpen plusz kapnak a gyerekek is, hiszen plusz feladatokat kell az ilyen típusú rendezvényeken, versenyeket megoldani. Először a Sipkaiban rendezték meg a versenyt, akkor a 8 jelentkezőnek egy-egy tortát kellett elkészítenie. Azóta változott a verseny, már nem csak a saját tudásukat mutathatják meg a fiatalok, hanem elleshetik más tájegységek vagy országok sajátos technikáit is. 12 csapat jelentkezett, két fős csapatok. Ennek a napnak a különlegessége, hogy nemzetközivé vált, egy szlovák csapat is jelentkezett, főleg végzős tanulók, 3 órás versenyben befejező műveletek zajlanak, kétfajta befejező művelet történik, egy mézes kalács, illetve egy disztortának a díszítése történik. Az értékelésnél ezért elsősorban nem az íz volt a fontos, hanem a látvány. A zsűri értékelte az új technológiai elemeket, és hogy hogyan tudnak az anyagokkal bánni a diákok. Nyíregyháza aranykorszaka két politikai vezetőjének, Kállai Andrásnak és Kállai Miklósnak az életét ismerhetik meg a látogatók a Nyírvíz palotában. Régi dolgok, újabb idők címmel nyílt tárlat Kállai András születésének 180. évfordulóján, április 9-én Nyíregyházán. A tárlat részeként egy 1880-as években készült ruhadarabot is bemutatnak, amelyet még Kállai András viselt. A Kállai gyűjtemény alapítója, Kállai Miklós egykori miniszterelnök fia Kállai Kristóf volt. Többek között személyes tárgyakat, korabeli okleveleket, dokumentumokat, valamint ruházatot és étkészletet is őriz a tárlat. A látogatók apát és fiát, Kállai Andrást és Kállai Miklóst ismerhetik meg a Nyírvíz palotában. A két politikus életében számtalan hasonlóság van. Ilyen például, hogy mindketten 80 évet éltek, 27 évesen nősültek, mindketten építettek vármegyeházát, valamint mindketten főispánok is voltak. Utóbbi tény nagyon kevés családra jellemző. András legkisebb fia Miklós apját is túlszárnyalt a politikai szempontból. Ő miniszterelnöke is volt az országnak 1942 és 44 között. A Kállai család vezetése alatt Nyíregyháza az egyik aranykorszakát élte.
Amikor Kállai András Szabolcs vármegye főispánja volt 1889 és 1897 között, tulajdonképpen ezt a korszakot nevezett öltem a boldog békeidőknek is. Pont arra az időre esett az ő főispánsága, amikor Nyíregyházán gombamod öntek a szebb-nézszebb középületek. Ekkor épült meg a Vármegyeháza, a koronaszálló, az evangélikus iskola vagy a színház, de akár a görögkatolikus templomot is említhetjük, meg hát a monarchia legkorszerűbb lovassági laktanyát, a huszár laktanyát is. A tárlat legrégebbi ruhadarabja ez a fekete díszmagyar, amit Kállai András viselt. Ezt az 1880-as években készítették. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte, a kállai család sokkal több értéket és emléket adott az utókornak, mint remélték. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy mind a ketten vármegyeházaépítők voltak. Tehát Kállai András ugye a jelenlegi vármegyeházát a Hősök terén építette, illetve neki a legkisebb fia Kállai Miklós, aki ugye miniszterelnök is volt, ő pedig a vármegyeházának a B épületét építette meg. Tehát ezzel már rögtön letettek egy olyan, vagy hagytak maguk után egy olyan nyomot, amellyel én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tettek azért, hogy az a mostani közigazgatás, amelyben élünk, az megkapja a megfelelő alapokat. A kedden nyílt kiállítás apropója, hogy Kállai András 180 évvel ezelőtt április 9-én született. A tárlat a Nyírvíz palotában látogatható, hamarosan azonban új helyszínen várják a vendégeket. Ha minden igaz, szeptemberben költözünk a Bessenyei térre, a Kállai házba, a felújított gyönyörű szép Kállai házba, mert jelenleg ugye a 13 000 kötetes könyvtárunknak is csak egy része van kipakolva itt ebben a nyírvízpalotai helyiségben, de bízunk benne, hogy ez a költözés minél hamarabb megtörténik. A kiállítás 4 intézmény közös együttműködésének köszönhető, a Kállai gyűjtemény mellett a megyei levéltár, a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár és a Józsa András Múzeum Kállai családhoz kötődő emlékeit is megtekinthetik a látogatók. Többek között Koltai Róbert, Mikó István és Vándor Éva is színpadra lép a Mandala nyár ezévi előadásain. A 28. rendezvénysorozat programját ma ismertették a sajtó képviselőivel. A kínálatban a könnyedebb jellegű előadások mellett ezúttal egy rock opera is helyet kapott. Szeptember 1-én pedig ismét egy zárógálával búcsúztatják a nyarat a mandalások. Most épp üresen áll a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola görög udvara, a szünetekben azonban megtelik élettel. Így lesz ez a nyári vakáció ideje alatt is több napon. Közkívánatra ugyanis idén is ez a helyszín ad otthont a Mandala nyár program sorozatának. Július 13-ától szeptember 1-ig közel 1 tucat előadást láthat a közönség, köztük vígjátékokat, zenés mesedarabokat, augusztus elején pedig tematikus napokkal készülnek. A nyár közepére terveztük az úgynevezett Kabos hetet, amely azt jelenti, hogy Kabos Gyula filmek színpadi feldolgozásait láthatják az érdeklődők. Az egyik ilyen Kabos darab a Lovagias ügy című, az Ente Ferenc Színház vendégjátéka, Vándor Éva és Koltai Róbert főszereplésével. A másik pedig a Mandala Dalszínház nyári bemutatója, amit már szintén megszokhattak tőlünk a nézők, hogy mindig készülünk egy új bemutatóval, ez a Hippolita Lakály című zenés vígjáték lesz, Mikó István rendezésében és egyben egyik főszereplője is a darabnak, ugye Schneider Mátyást ő alakítja. Ha Koltai Róbertet és Mikó Istvánt kiemeljük, a két főszereplőt, ugye két kabos szakértőről van szó, hiszen mindkét művész már jó néhány egykori kabos film, Kabos Gyula film színpadi szerepét eljátszotta. A kínálatban tehát elsősorban könnyed, szórakoztató darabok szerepelnek, mások mellett Kossuth, Jászai Mari díjas és érdemes művészek előadásában. Emellett egy élőzenekaros, tánckaros operetgála és a vendéglátóiskola szellemiségéhez illeszkedő program is helyet kapott a műsorban. Bár egyházi intézmény vagyunk, fontosnak tartom azt is, hogy valóban mindenki megtalálja a igénynek megfelelő szórakozást, és hát a nyár az inkább a kikapcsolódásról, pihenésről szól, és ez a programokban és az előadásokban is látszik, hogy komédiák, vígjátékokat kerülnek színpadra. De az idén tavaly nem jött össze, viszont az idén én nagyon örültem annak, hogy a Mária Evangéliuma igaz nem a teljes rock opera, hanem a oratórikus előadása fog megvalósulni. Szeptember 1-én pedig ismét egy zárógálával búcsúztatják a Mandala nyarat, és vele együtt az évszakot.
Kapcsolódva a Magyar Dal napjához, Freddy és zenekara koncertezik majd. Két bónusz előadás még szervezés alatt van, a fix előadásokra azonban már csütörtöktől lehet jegyet kapni. A megye egyik legnagyobb múltú nyári rendezvény sorozatán az elmúlt években egyébként nőtt a nézőszám. Tavaly átlagosan 700-an láttak egy-egy darabot, de volt, amíg 800-an szórakoztak. Karcagi győzelem született a Centrum Futsal Kupa országos döntőjében. A szakképzési centrumok iskoláinak csapatai közül a legjobb 12 került a nyírbátori fináléba, ahol a győri Bercsényi szerezte meg a második helyet a miskolci Szemere előtt. A sorozatban 160 oktatási intézmény képviselői léptek pályára. A Centrum Futsal Kupa a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokság sikeres magyar szereplésének köszönheti létrejöttét. Az EB után a Máté Szalkai Szakképzési Centrum vezetői úgy döntöttek, hogy életre hívnak egy olyan sorozatot, amelyben a centrumos iskolák csapatai megyei, majd regionális selejtezőket követően jutnak el az országos döntőbe. Az elmúlt év októberében kezdődő futsalbajnokság az elmúlt héten Nyírbátorban zárult. A futsal az nem kispályás foci. Nem nagypályás foci, egészen más szabályok vannak, sokkal fineszesebb, fejben gyorsabb és intelligens játékosokat híván. Én azt gondolom, hogy a szakképzés jövője abban áll és azon áll vagy bukik, hogy tudunk olyan gyerekeket nevelni és adni a gazdaságnak szakemberként, akik ezekkel a tulajdonságokkal rendelkeznek. Gyors gondolkodásúak, gyors felfogásúak, szívük eszük a helyén van, döntéseket tudnak hozni gyorsan és jó döntéseket. Hogyha ezzel hozzá tudunk járulni a személyiségfejlődésükhez, akkor megint csak tettünk azért, hogy sikeres emberek legyenek. A futsalbajnokság sikerét bizonyítja, hogy minden évben nőtt a résztvevő csapatok száma. Csak centrumos iskolák vehetnek részt benne, szakgimnáziumok, szakközépiskolák, tehát ahol valamilyen szakmai képzés folyik. Első évben 140 csapatunk volt jelentkező, második évben 156, most a harmadik évben elértük a 160 intézményt, úgyhogy mondhatni, hogy az ország nyugati részétől a keleti végekig 160 iskola bekapcsolódott, hallott a Máté Szalkai Szakképzési Centrumról, hallott a Betlen Gábor szakgimnáziumról, ami Nyírbátorban van, és hál' Istennek a lelkes testnevelőknek köszönhetően körülbelül 3-4 ezer gyerek aktív sportolásához tudunk ezzel hozzájárulni. A győri Bercsényi csapata egyedülként mondhatta el a mezőnyben, hogy harmadik alkalommal is bejutott a 12-es döntőbe. Ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy téli időszakban, tehát mondjuk azt mondom, hogy novembertől márciusig, így április elejéig a futsal, előtte tavasszal, meg ősszel, meg a Fair Play Cupon, ami ugye kint van a szabadban, tudnak ezek a gyerekek, akik alapvetően nem labdarúgók, hanem lehet, hogy kézilabdás, teniszező, birkózó, ebben a sportágban is sikerélményeket szerezni, mellette pedig csapatépítő jellege is van, úgyhogy én azt gondolom, hogy amennyire lehetett, fölkészültünk, sose lehet az ember elégedett, mert jó pap is voltunk tanul, de bízom benne, hogy arra elég lesz, hogy végre egyszer a tudásunknak, meg a befektetett munkának megfelelő eredmény jöjjön. A Bercsényi végül a második helyen végzett a győztes Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakgimnáziumának csapata mögött. A harmadik helyet a miskolci Szemere Bertalan szakgimnázium együttese szerezte meg. Vereséget szenvedett Kecskeméten a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláné együttese az amatőr NB1 piros csoportjának 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen 76-57-re kapott ki a hazaiaktól. Az NKS vasárnap Debrecenben lép pályára. A találkozó előtt az NKS 5, a Kecskemét pedig 3 győzelemmel állt a tabellán, így mindkét csapat számára fontos volt a mérkőzés. Az agresszív játékkal indító házigazda 7 ponttal nyerte az első negyedet, a második 10 percben pedig újabb 4 pontot tett hozzá előnyéhez a KKC. A vendégek nem nagyon találták a kemény, gyakran a sportszerűség határa súroló kosárlabda ellenszerét, így a folytatásban sem változott a játékképe. A harmadik és a negyedik negyed egyaránt 4 ponttal lett a Kecskeméti, amely végül 19 pontos győzelmet aratott a továbbra is fokhíjas Nyíregyházával szemben. Azok, amiket elterveztünk, semmilyen szinten nem jöttek be, tehát nem jöttek be a kinti dobásaink. A védekezésünk nem igazán úgy működött, ahogy azt szerettük volna. Annyi, hogy az egész letámadás ellen aránynak sikerült jól megoldanunk a dolgokat, és abból most nem volt az nagyon sok eladott labdánk, mint ami az előző mérkőzéseken az jellemző volt a csapatunkra.
Hát hiányzott egy igencsak stabil, masszív ember a palánk alól, ami ugye most sajnos nem volt meg, és hiányzott az a sram belevaló irányítónk, aki ugye fazont adhatott volna ennek a játéknak, sajnos ez nem volt, így teljesen mindegy volt, hogy milyen védekezéssel próbálkozunk, annyi 3 pontot kaptunk, ami szerintem másik 5 mérkőzésen nem kaptunk még eddig. Ez a nap sajnos ilyen volt, kikaptunk, nem jó szájízzel jöttünk haza, de hát ez van, bele kell, hogy törődjünk. A következő fordulóban újabb nehéz feladat vár a nyíregyháziakra, mivel a szomszédvár Debrecen otthonában lép pályára Farkasinszky Gyuláni együttese. Rutinos játékosokról van szó, és ugye itt megint attól függ, hogy ők kit játszhatnak és kit nem játszhatnak. Tehát, hogyha mindenkit, akinek játékengedélye van erre az évre, abból ők mindenkit pályára küldenek, akkor ugye ott egy olyan rangidősek ellen kell játszanunk, amit idegenben nem biztos, hogy meg fogunk tudni oldani. Ettől függetlenül nem adjuk föl. Minden tekintetben azon vagyunk, hogy megpróbáljuk mérkőzést nyerni. Na most ez ugyan egy nagyon nehéz mérkőzésnek ígérkezik. Aztán meglátjuk, készülünk ellenük. Aztán sikerül jó, ha nem, akkor lesz, ami lesz, akkor a többi csapatra bízzuk a sorsunkat, hogy ők milyen eredményt fognak elérni a következő mérkőzéseken. Az amatőr NV egy piros csoportjának tabelláját a TFS-e vezeti 20 győzelemmel és egy vereséggel a 18-2-es mutatóval álló csatadíjas előtt. A nyíregyházi kosársuli 5 győzelemmel és 15 vereséggel a 11. helyen áll 14 csapatos mezőnyben. A piros csoportból 2 együttes esik ki a bajnokság végén. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Hazánkban mintegy 35 ezer ember hal meg évente a dohányzás következtében. Éppen ezért a megyei kormányhivatal is részt vesz a Nemzeti Népegészségügyi Stratégia keretében olyan felvilágosító kampányokban, melyekkel főleg az ifjúságot célozzák meg. Erre többek között azért van szükség, mert így tovább javítható az a tendencia, amelyet a 13-15 éves korosztály körében megfigyeltek. A vizsgálatból ugyanis kiderül, hogy pár éve még csak 62%-uk nem dohányzott, a legutóbbi felmérés során azonban a gyerekek 75%-a tartozott a nem dohányzók táborába. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben a megyében. Idén már 439 szabadtéri tűzesethez vonultak ki a tűzoltók megyeszerte. Ilyenkor tavasszal egyébként is megszaporodnak a szabadtéri tüzek, de a mögöttünk álló száraz időszak tovább növelte a számukat. Sokan nem tudják, de a tilalom idején saját kertünkben sem gyújthatunk tüzet. Továbbra is hiány szakmák között tartják számon a cukrászmesterséget. A térség turisztikai fejlesztéseinek köszönhetően egyre több cukrászda és étterem nyílik, amelyek folyamatosan keresik a megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkavállalókat. Ezért is fontos, hogy az éppen végzős tanulók megmutathassák tudásukat egy-egy verseny formájában. A második alkalommal megrendezett szabolcsi cukrászkupára már Lengyelországból is érkeztek résztvevők. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, április 9-én kedden, friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerda reggelig változóan felhős idő várható, zápor néhol előfordulhat. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7-10 fok között alakul. Szerdán közepesen felhős idő várható, eső zápor szórványosan előfordulhat. Az északkeleti szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19-23 fok között alakul. A következő egy hét során gyakran elérik térségünket a nedves léghullámok. A rövid napos időszakok mellett jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég.
Vasárnapig többfelé, a jövő hét elején szórványosan várható eső, záporeső. Péntekig mindenütt gyengül, majd a jövő héten már kissé erősödik a nappali felmelegedés. Hidegek lesznek az éjszakák, helyenként gyenge talajmenti fagyra is számítani lehet.